Hetedik alkalommal kerül megrendezésre az Abigail országos minősítő táncverseny, országos, viszont nemzetközi. Mesélj nekünk egy kicsit róla. Igen, országos minősítő táncfesztivál, és azért is hívjuk táncfesztiválnak, mert egy nagyon színes, nagyon sokrétű, 12 kategóriában óvodásoktól nyugdíjasokig nevezhetnek. És azért kellene átkeresztelnünk tulajdonképpen nemzetközire, mert hogy a környező országokból rendszeresen érkeznek hozzánk. Ez ugye már a hetedik fesztivál lesz, az azt jelenti, hogy nem a hetedik verseny vagy rendezvény, mert minden évben van tavaszi kupánk is, téli kupánk is, sőt az idén a tavaszi kupánk már két helyszínen és két időpontban kerül megrendezésre, tehát sokadik versenyünk tulajdonképpen, és tényleg mindegyik versenyünkön vannak külföldi vendégeink, most is érkeznek Romániából is, Ukrajnából is, illetve Szlovákiából is versenyzők. Hogy kell elképzelni a szervezési munkálatokat? Hát a szervezési munkálatokat úgy tudnám legjobban szemléltetni, hogy eddig tulajdonképpen volt egy főszervezője és volt egy arca a versenyünknek, és ez tavaly kisebb idegösszeroppanásig fajult, így most egy komoly szervezőstáb vette át ezt a munkát, már a téli kupát is egy új stáb csinálta meg, és a tavaszit most, hogy még duplán két helyszínen csináljuk, így pláne szükség van erre a két emberre, ez egy 8-10 olyan szakemberből áll, akiknek ugyan nem ez a főállásuk, de valamilyen területen jeleskednek, és mindenki hozzáteszi ugye a legjobb tudása szerint itt, és így áll össze ez a igen nagyszabású rendezvény. Említetted, hogy dupla helyszín, mert hogy a Continental Arénával párhuzamosan Érden is megrendezésre kerül a fesztivál? Igen. Úgy párhuzamosan, hogy azt is tavaszi versenynek hívjuk, de az május 4-én kerül megrendezésre, de ott is tulajdonképpen nagyjából ugyanazok tehát ugyanúgy 12 kategória van, ugyanúgy lesznek miniktől szeniorokig, csak ott inkább az országnak a másik feléről érkeznek majd a versenyzők, mert szerettünk volna nekik is kedvezni ezzel, hogy nem kell ilyen sokat utazniuk egyrészt, másrészt meg nem tudtunk már annyi versenyzőt fogadni, mint amennyien szerettek volna jönni. Illetve, hogy valahogy összefűzzük ezt a két versenyt, most egy nagy díjat is meghirdettünk, tehát lehetőség van arra, hogy aki mind a két helyszínen indul és versenyzik, és legalább aranyminősítést ér el, az egy ilyen közös, vagy egy összevont kupáért is harcba száll. Azt tapasztaljátok, hogy van erre igény, hogy egy hónapon belül két helyszínen is megmérettessék magukat? Bizony van. Hát nagyon sokféle verseny szisztéma létezik tulajdonképpen. Mindenki próbál valami újat, valami kicsit más csinálni, de hát büszkén mondhatom, hogy a miénk nagyon nagy népszerűségnek örvend. Évről évre tényleg egyre többen jönnek, és van egy visszatérő mag, aki már mindig kérdezi, hogy mikor, hol, feltétlen számítsuk rájuk, mindenképp jönnek, és szinte már harc folyik a nevezésekért, hogy minél hamarabb szoktuk őket ösztönözni, hogy adják le, mert bizony rendszeresen előfordul, most is előfordult, hogy mind a két helyszínen hamarabb le kellett zárnunk a nevezést, mert így is 10 óra után fogunk végezni, annyira sok táncos van. Nyíregyházi helyszínen most 300 produkció, 1700 táncos fog részt venni, és a kezdésünket is előre kellett hoznunk, tehát 7:30-kor már az első táncosnak toppon kell lenni a parketten. És ilyenkor a zsűri hogy bírja ezt az egész napos hajtást? Van ugyan egy kis váltási lehetőségük, mert heten vannak és mindig 5-en pontoznak, de szintén előtt próbáló, tehát tudnának szerintem mesélni róla. Igyekeznek nagyon koncentráltak lenni, és tényleg mindig minden versenyzőt úgy nézni, hogy akkor csak az az ő 3 perce, 5 perce, és ő létezik, és igazságosan. Annyiból van egy picit könnyebb dolguk,
hogy nem kell, hogy összehasonlítsák ugye a versenyzőket, egyrészt nem is egyforma kategóriák következnek egymás után, meg korosztályok, hanem itt mindenki önmagához mérten versenyzik, ugye mivel ez egy minősítő verseny, ezért tulajdonképpen csak az adott verseny produkcióra kell koncentrálniuk. Hát szerintem ez csak egy minimális könnyebbség, de talán ennyiből lehet egyszerűbb a helyzetük. Még azt áruld el nekünk, hogyha nézőként szeretnénk esetleg részt venni a fesztiválon, hány órára érdemes érkezni? 7:30-kor kezdődik a rendezvényünk, ugye akkor már táncol az első produkció, előtte van egy kis zsűri bemutatás, tehát én azt gondolom, hogy 7 órakor, hogyha ott sorba állnak a jegyekért, akkor még kényelmesen el tudnak helyezkedni, és addigra hangulatba is kerülnek, mire elkezdődik az első produkció. Hát akkor jó koránkelést kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen én is.